Üdv mindenkinek, Szkudéria vagyok, és ismét a Rászban vagyok. Ahogy ígértem, folytatjuk a házikó építését. Ugye kerítünk egy ajtóhelyet, szerintem itt fogunk bejárni ezen a részen. Így van. Ide rakunk egy ilyet, hogy le tudjam rakni a nyamvat kis ládikómat, amiben lehetne egy-két dolgot berakni, mert nagyon tréjül állunk így. Azt mondja, hogy berakjuk nem is tudom, ilyen kajákat rakunk bele, ilyen állati dolgokat. Meg ilyen egy darab vasak. Jó. Jó, távcső is mehet bele. Búvárruha is nyugodtan mehet bele. Ez is. Jó, 4 scrapet is. Ennyi elég lesz, akkor itt lerakunk ide. Kérek egy szekrényt mindenképp, meg egy ilyet. Meg még egy sütögető is kelleni fog, egy ilyen. Ja, ezek csak készüljenek el. Akkor a követ, ja, meg egy hálózsák sárt, így van, meg egy szőnyeg. Ja, alakul. Aztán akkor, ja, meg egy kalapácsot ne felejtsük el, egy ilyen is kell, mert ezt elpazaroltam, azt a cuccot. Na, közben csináljuk akkor a házfalát. Ja, alsó szinten nem lesz ablakunk se nagyon, illetve hát egyet rakhatunk akár ide. Erre a részre. Akarunk ide rakni egyet egyáltalán? Nem tudom, hogy akarunk-e. Meg kell nézni, hogyan tudok fölmenni a legkönnyebben. Lehet, hogy itt fogunk fölmenni így. Nem, így nem jó semmiképp. Akkor lehet, hogy ilyen lépcső kell ide, így. Aha. Ja. Ez lesz a följárós cucc, és akkor oda viszont nem kell ablak. Hanem oda is egy fal. Így van. Kell egy ajtó is. Oké. Oké. Na, akkor jöhetnek a házik, vagy a helyek. A ház helyek. Még elég pazarlós. Várjál csak, ezt itt... Nem, ez nem is jó így. Most meg kell várnom az összes kramancot. Meg kell várjam az összes kramancot. Mindegy, remove az működik. Azzal kiszedjük ezt. Meg hát ezt is szerintem. Jó. Hát akkor itt hátul lesz csak szoba. Egy itt. Egy meg itt. Ide meg egy fal. Oké. Várjál. Az még nincs kis, akkor ezt is removoljuk. Így van, szedd ki azt. De ezt szerencsére visszakapom, itt nincs olyan nagy veszteség. Az megy oda. Mert elvileg ide tudunk még egy szobát rakni. Ez a leggazdaságosabb módja. És ide talán tudok csinálni egy olyan lépcsőt, ami nem annyira akadályozza itt a mozgást. Vagy mégis. Hát... Nem az igazi. Ha csak... Így. Hát ez is elég béna. Béna Béla ez is. Na. Hol a kalapácsom? 9 szekundum múlva az is elkészül. Jó, megpróbáljuk akkor ezzel visszabontogatni, mert most már így nincsen ötletem se, hogy hogyan tudjuk a legjobban megoldani. De hármat akkor csak úgy tudok megcsinálni, hogyha... Ja, így, az lesz a jó módszer, oké. Ugye kész a kalapácsom. Kicseréljük a nyilacskámra, és akkor ide talán megkapjuk a kalipácsot. Erről van szó, és akkor ezek még nem bonthatók, mert nem tudom lerakni ezt. Ezt lerakjuk ide. Hát, lehet itt az ajtóba. Itt be lehet menni simán. Aha, be. Jó. Engedélyezzük, és akkor most már lehet ezzel ügyködni. Így. Így és így. Jó. Jó, szerintem ezt is lebonj. Hát... Mindegy, most egyelőre még nem bontjuk le. Rakunk be ajtókat. Jó, hármat.
Mehet a lépcső. Így. Hát ja, az maradott, az biztos. Az ajtót azt már most be kéne raknom. Ha elkészült, elkészült. Ide. Nem így. Ja, hát ez tipikus. Rögtön elcseszem, ahogy lehet. Így. És erre pattintunk egy zárat. Jó. Így már nem annyira lehet bejönni. Itt van egy lehetőség a bemászkálásra. Nem tudom, melyik házikód választom. Lehet ide középre választom ezt most ezúttal. Erre rakunk egy ajtót még. Meg egy polcot, már most. Az belefér, így van. Megrakunk rá két ilyen ládikót. Ebből a fajtából craft, craft. Ezt meg kiixeljük, így van. Meg ebből kéne még kettő. Jó, ennyi nagyjából. Ja, és gyors egy tábortűz mindenek felett, amit nem fog tudni rakni, de ide rakunk egy már készen lévő ilyet. Valahova. Valahova. Hát oda is lehet, abba a sarokba akár. Attól még be tud menni az illető, talán. A hátsó szobába. Nézzük meg. Simán, simán. Ebbe rakunk némi fát. Mennyi az idő? Nem tudjuk, mennyi az idő. Nem tudjuk meg. 71, ez elég lesz, és bekapcsoljuk ez itt égicsél. Akkor valamennyi fényt ad. Nem túl sokat, de valamennyit ad. Viszont van lámpámja, azt bekapcsoljuk. Akkor viszont ezt kikapcs. Van itt egy kemence is, ez mi is? Ja, a kemencét is valahol lerakjuk, várjatok. Kemencét azt... Hát nem tudom, hova rakjuk. Ide nem fér be alul, ami? Oda nem. Ide a két szoba közé is befér egyébként. Vagy ide az ajtóhoz, ide szembe. Ahogy ott a legjobb. Oké, így még körbe lehet itt menni. Van benne egy kemence, és lehet benne égetni ezt-azt. Elkészülnek a ládikok, elvileg megvan a tábortűz is, nem? Vagy nem adtam ki végül is ezt a parancsot? Lehet, hogy nem. Hát ez se rossz szoba egyébként, meg ez sem olyan rossz szoba. De inkább ezt fogom kibérelni itt szembe a kemencéssel. Ha már így vagyunk. Ide elfér egy szőnyeg egyébként. El. Akkor rakjunk ide egy szőnyeget. Ó, nézzétek mi történt itt. Mindegy, erősítsük meg ezt a talajt, aztán... Hát akkor meggyógyul a szőnyeg. Ja, meggyógyult a szőnyeg, jó. Megerősítjük a talapzatot. Így. Na, ez így elég korrekt szerintem, ez a rész. Majdnem, hogy ezt kicsit odébb rakjuk. Na. A tábortűz az kelleni fog ám ide egyébként. Azt kell, hogy mondjam. Ó, alá is lehet rakni egy kicsit, így. Ja, így jobb. Így jobb, egész hangulatos lesz ez a ház. Készülnek a holmik, befele nyíljon, így van. Ez lesz akkor az én kis házikom. Rakunk erre is egy scoot táblát, ha megtalálom. Ezt a picit, ja. Egy ilyet kraftolunk ide. Megerősítjük a falaimat. Ez ilyen, ezt megfordítjuk. Így. Jó, ide mehet a... Ez. Na, férjünk ide be. Ez így nem jó. Várjatok, ezt le kell szednem. Így. Talán itt tudom berakni legjobban.
Jó, az úgy így a legtávolabbi. Mehet be a nagy gánszos láda. Így. Oda melléje befér egy ilyen, szerintem a szokott dizájnba. Hogy. Erre még egy ilyen. Azt akkor valahol erre a sarkába kéne raknom. Nem nagyon látok. Mindegy. Igazából teljesen mindegy. Ez meg ide valahogy befér szerintem még. Hogy, szuper, jó. Oké, ennyi. Ide többet nem kell csinálni. Hálózsákot majd felrakom a tetejére. Ez kell, meg ez kell még ide. Befele nyíljon, és rakunk rá egy scoot táblát ide fölülre. Hogy. Megszínezzük. Hogy is szoktam csinálni az egész? Az egész... fehér. Fehér alapon, van egy piros széle, meg belőle egy scud. Annyi. Oké, aztán ezzel szoktam. Jó, ezt elszúrtam. Belakadt az egerem. Azért lett ilyen fura ott azon a részen, de ugye ez ilyen kézisprézés, úgyhogy mindegy, hogy hogyan fest. Itt egy kicsit visszaveszünk belőle, így van. És akkor azt hiszem ezzel a cuccal sikerült valahogy beírnom ide egy scud. Nem kell, hogy olyan baromi szép legyen. Csak kell lehessen olvasni, ez kész. Így, né. Ez olvasható szerintem. Frissítés, oké, meg lezárjuk, nem tudom, hogy az kell-e, de... Vagy kinyitottam, most nem tudom, hogy csináltam vele, de akkor ott fogok lakni. Nagyjából középre is került, szuper. Akkor megerősítjük még itt az alsó szinteket. Legyen szép fából az egész. Abból is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt elzárom szerintem, mert ennek minek, hogy ég, nem kell égnie nagyon. Na, na. De kéne egy frigó is ide lentre. Csak nem tudom, hol rakom el a frigidert. A frigider hol legyen? Hát itt elég nehéz elhelyezni a frigót. Lehet, hogy itt nem lesz frigó. Ja, itt nem lesz frigó. Ha csak ide el nem fér. Végül is oda elfér. Várjunk csak, nézzük meg. Csinálunk egy frigót. Nem tudom, az mi kell. Van-e mindenem hozzá? Na most hol a hűtő? Az inkább... Ah, ott volt, ott volt, ott volt. Csinálunk egy hűtőt, jó. Nem csinálunk hűtőt, mert workbench kell hozzá. Akkor viszont egy ládikó lesz itt, aztán meg kicseréljük hűtőre, hogyha úgy alakul. Megyünk, megcsináljuk a tetőt. Csak, még a tábortűzet lerakom. Az lesz a fényforrásunk. Hát ide, ide, ide jó lesz addig. Vagy hova tegyük. Ha ide rakom, akkor megég a talpam, vajon? Nem tudom. Mindegy, itt begyújtjuk, ez jó fényt ad. Nagyjából, ja, micsoda csíkos fényt ad. Nem tuti. Mit írtam be? Mindenféle, csak azt, amit kéne. Jó. Oké. Áthelyezzük a tűz, tábortüzet. Ideiglenesen ide. Ó, de ez sem az igazi, mert arra fel meg semmit nem látni tőle. Áh, ez se jó. Nem egyszerű szülés ez, mi? Még az volt a jobb megoldás egyébként. Hát ide lehetne rakni, csak attól félek, hogy itt meg akkor, hát ide fölülre, ide fogom rakni, itt jó lesz a tábort ide. Jó, ez most nem annyira jó hír, hogy jön a helikopter, vagy mi a nyavaja.
Csináljunk neki gyorsan tetőt. Oké, hát ide mehet az ablak. Így van, így is kell, ide beraktam ide magam elé ezt a szutykot. Na. Oké. Hát, ide már csak két szoba fér. De annyi is lesz, akkor nem érdekes. Itt egy kicsit más lesz az elrendezés, így csináljuk meg. Ide rakunk egy teraszt. Kicsi erkét így. Na, kezd reggel lenni, az jó hír. Gyorsan tetőt. Tetőt a háznak. Itt lesz a följárónk. Így. Itt meg föl lehet menni. Ügyesen. Hát, ja. Nem tudom, hogy. Inkább sehogy, mint valahogy. Hogy se jó. Hát ez is fura. Ez is fura. Hát a végén nem tudom, nem tudok dizájnt csinálni. Ezt le kell bontsam, ezt is le kell bontsam, meg ezt is le kell bontsam. Így. És a följáró pedig itt lesz. Így. Így, né? Itt lesz a főjárat. És totál ugyanolyan dizájnt tudok csak csinálni, mint lent volt. Így. Ennyi. És akkor itt pedig egy erkélyecske. Itt lesz az erkélyünk. Ha leengedi rakni le. Ez sok. Na, örömmel látom, hogy reggel van, mindjárt lekapcsolhatjuk a lámpást, vagy a kis izémet. Ez közel jár, ez a helikopter. Na, húzzunk innen a retekbe. Ez nagyon itt van a környéken. Innen jön. Addig rakjunk ide fát. Nem tudom, mennyi kell bele egy 5000-et. Az 7 napig jó, szuper. Elhúzott, ez jó hír. A ládikó az... Hát... Szó-szó. Ide is lehet ládát rakni, de durva. Mondjuk alája nagyon... De alája is lehet. Hát én ide berakok egy ládát. Milyen jól néz már ki, de be lehet rakni a húst. Ez nagyon menő. Ezt még nem próbáltam. Oké. Pár húst, azt mindenképp itt fogunk hagyni. Meg pár kaktuszizét, hogy tudjanak enni-inni az itt lakók. Azon gondolkodom, hogy akkor ide berakok egy, mennyit, egy 10-et sülni. Így jönni, vagy amennyit enged, az ennyi kb. 9-et, akkor ezeket megsütjük, ez egyszerre lesz kész kb. Kaktuszból is rakunk be egy párat, abból is rakunk egy... 10-et visz. 9-9-el az jó lesz. Hogy... Hagyok itt majd ilyen fecskendőt is. Tényleg addig ezért ki kéne adni parancsba neki, hogy ebből csinálna mennyit bír. Mégis jobban tárolódik. Oké, stop. Egy már el is kozmált. Ez megégett sertéshús. 1-15 gyógyulása. Egyébként meg lehet enni ezt is. Nincs ezzel baj, ahogy nézem. Jó, van mindegy. Szétpakoljuk itt a kaját.
Jó, egy égettet is itt hagyunk. Most nem tudom. Ja, hogy ezért sikerült kiraknom 9-et. Jó, oké, mindegy, akkor a maradékot azt még kettesével ezeket berakjuk. Lesz itt a kokaja. Jó. A sütögetéshez is hagyok itt fát. Legyen felét ennek. 84 annyi nem kell, 42 nem. Jó, van, pakód bele, így is van. Ennek a felét akartam berakni, így 63, meg ebbe is rakunk egy keveset azért. Hogy ebbe is legyen bőven, így. Oké. Jó, azért ezt elviszem, ezt, ez maradhat. Megeszem, kíváncsi vagyok, várjál csak. Megeszem, evés. Semmi bajom nem lett tőle, csak ez kicsit kevesebbet ad. Nem hány tőle a karakter, meg ilyesmi. Teljesen jó. Ja, ide sikerült beraknom ezt a cuccot, oké. Okay. Ez marad majd itt. Na, akkor erősítsük meg ezeket. Hogy állunk időben egyébként. Még nem állunk rosszul. Jön vissza helikopter, nem bírták leszedni? Ennyi. Ennyi, no. Rakjunk már ide egy lámpást. Tudok csinálni? Tudok. Jó. Legalább itt a szobámban legyen egy lámpás. Ennek a felé is kéne rakni egy lámpást. Hány ablakunk van? Három. Hát... Jó, ide nem rakunk ablakot szerintem. Ja, nem rakunk oda ablakot, mert akkor már nagyon veszélyes ez a környék. Az most lövik, ugye? Jól hallom. Kell ebből is kettő. Meg egy ajtó még. Így. Meg egy ilyen. Oké. Okay. Ide is teszünk egy szőnyeget, hogy jól nézzen ki. Aztán srácoknak birtokba adjuk ezt a házat is. Aki akar, költözhet ide is. Jó, ezt is lebetonozzuk, vagy hát lefázzuk. Most nincs lámpám, ugye? Ja, nincs. Ó, ködös monyák idő van itt reggel. Pedig most már 9 óra. Jó. Ez így egész tűrhető. Ajtó, valami elkészült? Nem, messze az még jó. Jó, akkor megcsináljuk gyors a tetőszerkezetet. Azt mondja, hogy ez a fajta kell nekem. Itt lehet majd a megoldani a az alvást. Oké, okay, és a szél az pedig ilyen. Hopp, leestem, de nem baj. No problem. Oké. Okay. Téged megfordítunk? Nem tudom, mindjárt megerősítjük. Most fordítjuk meg így. Ez jó. Ezeket is megerősítjük. Jó, most már így nem lő be a helikopter. Vagy hát legalábbis nem zavarom, hogy itt nézégetek, jövök, megyek. Na, oké, okay. Ennyi a fa szerkezete ennek a házikónak. Ide esetleg rakunk még egy ilyen ilyet. Ha támogatja, nem biztos, de azért támogatja. Jó. Meg oda a főjövetelhez, ide. Így. Ez csak azért, hogy jól néz ki. Ide is lehet, hogy rakok egyet. Add neki egy kis keretet. Nagyszerű. Szép világos. Na mennyi a fa készlet, azt mondja. 3 napra elegendő. Még adunk neki egy 5-öst. Így. 6 nap. 6 napos ház, az jó. Hogy állunk? Már csak 74-et kell csinálni. Tudjátok mit? Ezt kiixeljük, és utána újra elkérjük ezt maximumra 73-ra. Így. Legyen előbb kész a szükséges beltéri butorzat. Amondó vagyok.
Egy ilyen izé nagy ládát kérek még. Nem tudom, miért csinál. Á, nem ilyet akarok, most ide simát kéne. Ilyet. Ja. Megint hátrébb rakom. Így. Így is elég lassan készül. Jó, de minden esetre elkészül, úgy néz ki a helikopter lezuhant, ennek örülünk. Ide lerakom a kis hálózsákomat, hogy itt is legyen egy. Valahova ide az alvégre. Ott jó lesz. Azt mondja, átnevezés, azt mondja Scud. Nem tudom, ennek mi lesz a neve. Ugye van a train, a gömb, ez meg lesz a... Aromu. Mert ugye itt az erőmű van közel viszonylag. Bár innen pont nem látszik az erőmű. Erről a része pont nem látszik. Hátulra lehetne egy teraszt csinálni, de oda meg nem csináltam. Innen lehet kilátni egy picit az erőműre talán. De mindegy, nem is annyira fontos ez most. Itt lehetne csinálni egy kijáratot, de azt meg nem akarok nagyon. Vagy esetleg, álljál csak, ezt ha lebontjuk, innen látszik az erőmű valahogy. Lelepottyanjak. Hát nem nagyon látszik innen semmi, hogy őszinte legyek. Ha ide rakok egy ajtót, így, ide meg egy falat. Ez nem nagyon segít senkin, ugyebár. Ha ide rakok egy ilyet, itt be lehet menni? Be lehet menni. Jó, ide meg rakok egy tetőt. Oda nem akartam tetőt rakni. Azt le is bontjuk. Ugyanezzel a rendülettel, ha ide ki tudok ugrani, már pedig ki fog tudni. Nem jó. Ezt akarom leszedni. Úgy. Jó. Ide rakunk egy nagy ajtót, ja. És akkor ide meg lehet egy pici teraszt rakni. Pont az ajtó fölött lesz ez. Jaj! Így esetleg? Ja, így működik. Működik a sarokterasz. Jó, hát ide teszünk egy ilyet ez. Olyan sokat nem vesz le a háznak az imidzséből. Ide meg berakjuk az ajtót. Azt a duplát. Ezt. Ahogy, no problém. Megint kiszedjük ezt, ezt megkérjük, így. Nincs olyan, hogy tele vagyunk, hogy tele van a zsákunk. Nincs még, jó. Minden is ezeket elrakosgatom. Egyet oda, és még egy ajtó kell. Ezt már most ide bepaktintjuk. Erre rakunk egy zárat. Egy majd kell még föntre, ahogy. Bezártuk. Jó. Jó, ezt megerősítem, az kész is. Jó, hát ez se lett egy hagyományos ház egyébként, úgyhogy senkinek nem lett egy szava se, hogy ilyen tucat házakat gyártogatok itt. Ide is ki lehet jönni. Erre a terasz a részre, aminek hát olyan sok funkciója nem van, de nem is olyan rossz azért. Lehet, hogy rakunk rá egy ilyen kis keretet ide. Olyan lesz, mint egy bástya. De aki följön, itt lehet lesegetni. Így. Ide be lehet ugrani fölülről. Nagyon jó. Oké. Hát talán működik itt a... Jó, ezt ide rakjuk. Működik ott a... Nem tudom már, mit akartam mondani. Valami ott működik, amit gondoltam, de most nem tudom megmondani, mire gondoltam, hogy gyorsabb voltam, mint a gondolatom. Jó. Megyünk akkor ide, leberakjuk a lámpásomat valahova. Becsukódik. Így van, és abban a sarokba lerakjuk a lámpást. Így, kivesszük belőle az... Nem, hagyunk benne olajat, mert itt kellhet.
Jó. Ja, ide megy a nagy ládikóm. Ebbe még lehet tenni ezt-azt. Nem tudok ide beugrani sajnos. Kicsit kéne odébb menni, de hát... Nem tudok szépen odarakni semmit már, várja. Így esetleg itt csalva. Na így igen. Hát jó. Így. Fordítva van. De nem gond. Sajnos fordítva raktam le. Jó, nem baj, ezzel nem fogunk agyalni. Oké. Okay. Itt még vannak ilyen göncök. Ja, ezt meg fölül le kell raknom. Ugyani. Menjünk egész magasra föl. Oké, okay, hát ide berakjuk, nem tudom hogy. Errefele nyíljon, vagy errefele? Nyíljon errefele, így. Ide be lehet azért menni, mert ki is lehet innen buggolni. Oké. Okay. Jó. Mondjuk, megjegyzem. Ja, amikor nem lehetne használni, de jó ez így. Egyébként ezt fordítva kéne beraknom, lehet. Legyen fordított. Így. Mert így, hát így lehet, hogy könnyebb is bevenni. Ja. Oké. Okay. Hogy néz ez így ki oldalt? Hadd nézem. Hát innen nem néz ki olyan furin. Még be is, hát innen mondjuk már nem tudok bevenni, de itt vissza kell ugrani, aztán akkor jó lesz. Ja. Oké. Okay. Még egy zár is kell, mert ezt is be kéne zárni, az egy fal ugyanakkor, de jó, hogyha... Ó, már csak 40 ilyen van, jó. Jó, szerintem az meg elkészül, itt oldalt is be lehet menni, és ez így jár, szuper, oké. Okay. Jó, itt le is lehet esni. Szó se róla. Nem tudom, azt úgy nem is csináltam meg csak így, mert akkor a alsó szobában nem lehet venni. Jó, ez így itt kinyitjuk, azt itt be lehet kúszni, meg ki is lehet ugyanúgy jönni innen. Ja. Ezt nem is kell használni gyakorlatilag ezt a helységet, hogy újraéledést csak ide be kell pottyanni, úgyhogy ez teljesen korrekt lesz így. Na, hogy állunk? Elkészült, aminek el kell készülni, ez elkészült. Most készülnek a zárak, mindjárt az is meg lesz. Kettő zár. Azt a mehetünk is innen, elfele. Annyi még, hogy kell egy tábortűz ide is. Hogy itt is legyen fény. Ugye itt van tábortűz azon a részen, egyet meg odarakunk, azt akkor két helyen meg lehet gyújtani a tűzeket, hogy lehessen látni valamicskét. Na, ez kész van, ezt fölpattintjuk ide. Hoppá, télapó. Ott jön. Látjátok? Ködös volt az idő, de ott jött. És elvileg dobott le nekem ajándékot. Ha látszik valahol. Itt mondjuk sivatag van, itt érdemes körbenéznem. Itt lehet, hogy megtalálom. Hát most nem látom nagyon, de még futunk egy kört majd mindjárt. Azt mondja, ide is beírjuk a kulcsot. Ez is megvan, és még mi van még? Most már csak tábortüzet gyártunk. Ebből kell megint a maximum. Azt legyártjuk, még ide lepattintjuk, és akkor lesz itt fény dögivel. Jó. És akkor ez hol lett végül is? Nézzük meg a térképet. Az R18-nak a tuti a sarkába van. Azt mondja, ide lerajzolom magamnak. R18. Na, itt a legsarka. Itt. Jó, és ez lesz a neve, hogy Áromú. Áromú. Oké. Okay. Nagyon jó. Nagyon elégedett vagyok. Ezt végig ide lerakjuk. Ez ilyen ócsó fényforrás a srácoknak. Van kaja. Összepakolom a gönceimet. Ami olyan. Jó, azért ezt kidobjuk, ha találunk még valamit.
Futunk egy kört kint. Ide rakunk egy ilyen kis platformot. Így van, kipottyantunk. Hát nem is ilyet, inkább csak a följáró kéne, nem? Vagy rakjak ide, rakhatunk ide egy platformot így. Jó. Mégis így azért hangulatosabb. Hát ide csináljuk a lejárót. Így, né? Ezt meg is erősítjük. Meg ezt is. Jó. Rakjunk rá a kis kerítést is. Ezzel már nem osztszoroz a dolog. Így. És akkor erre meg kap egy ilyet. Egy. Ja, jó kis menő lett ez is. Jó, oké, szuper. Nekem ez így nagyon tetszik. Na, nézzük körül azért, hát hogyha megtaláljuk a Mikulás ajándékát, csak így a közvetlen környezetben elvileg így gőzölög ilyen kis csomag, tehát így lehet látni frankon. Megnézzük, nem eljött ebbe valami hasznos gönc újra. Ó, egy kis hákú. Szegény kalapácson megint az bánja. Meg egy ilyen, hát ez meg ez bánja, se szegény. Jó, hát így elfogynak így a tervezők, de ezek csak fába kerülnek, úgyhogy ez nem olyan vészes. Erre fölpattogok, mert kíváncsi vagyok, hogy itt nem látszik-e a csomag. Nem látom innen se őket, úgyhogy nagyon úgy fest, hogy ezt most nem kaptam meg, ezeket a csomagokat. Hát itt hordók vannak, de most azokat nem érdemes szétbarmolnom, mert nem tudom úgyse kiaknázni. Jó, hát nincsenek meg. A home pontot azt megbeállítom ide magamnak. Így jönni. Azt mondja set home. Egybe kell, nem tudom. Set home. Áromú. Így. Oké, már négyet elhasználtam, de akkor itt lesz a következő. Jó van, akkor én elköszönök, köszönöm a figyelmet, elég hosszú lett ez az epizód, de meglett a házikó. Következő részben valami hasznosat fogunk mindenképpen tenni majd, meglátom, hogy mit, majd kiderül. Na jó van, sziasztok!